Na, sziasztok srácok, itt is vagyunk, elérkeztünk ahhoz a videóhoz, amit ígértem nektek, hogy megmutatom, megmondom nektek, hogy hogy is és mit is csináljátok meg, hogyha nagyon sok pekket és nagyon sok dolgot szeretnétek megszerezni, akár már most az első, második, akárhányadik nap ebbe a játékba. Ugye itt az objektíveknél, itt ugye vannak ilyen fülek a játékban, úgyhogy így menedzser karriermódban, player karriermódban, meg pro clubban is tudtok XP-ket szerezni, ha játszotok azokkal a dolgokkal. És akkor ugye season progressbe hamarabb tudtok lépkedni fölfelé, de szerintem, hogyha csak simán ultimate team-eztek, akkor is meg lesz simán ezek a season progressek. Itt is, hogy nyilvánvalóan, hogy a season progressről már eddig volt egy videó, úgyhogy mindenről nem szeretnék most végig menni mindenen, de ugye itt is player pickeket, packeket, játékosokat, nagyon-nagyon sok mindent tudtok szerezni, meg ugye nyilván most benne van a pro clubs és meg a karriermódos cuccok is, úgyhogy lónok, clubs point, mezek, hasonló dolgok lesznek itt, meg nyilván sok-sok pack, például a Murillo és más hasonló játékosok, nagyobb pekkek, ikonlónok, egy Gareth Bale lón is, akár egy exkluzív ilyen evolúció cucc is, így itt 39-es színnél, vagy akár egy Adama Traoré, akinek ugye kettes végfutja van alapból, de ennek már 4-4 van, és itt a végén ugye van még egy 87x3 is. De ugye minket az Ultimate Team objektívek érdekelnek leginkább, amiket nyilvánvalóan az Ultimate Team-en belül, hogyha játszasz a játékkal, akár leülsz egy napig játszani, lehet, hogy mindent meg tudsz szerezni most egyből. Ugye Rush, ugye az az új 4v4 vagy 5v5-ös játékmód, ahol ugye mások a szabálya kisebb a pálya, akár a barátaitokkal jobb, hogyha játszatok, de itt is, hogyha szereztek pontokat, itt is vannak XP-k, amik SP-k, ugye most már pekkek, pikkek, hasonló dolgok. Ugye a seasonalnél vannak ugye ezek a daily, meg weekly, meg ilyen hasonló objektívek, meg ugye van a store-ban egy ikon mez, ami ugye 2 darab, és ugye itt is, ha azokat megveszitek ugye coinért vagy FC pontért, akkor több SP-t tudtok szerezni. Van itt nekünk ugye ez a World Tour Spanyolországunk, amit hogyha a Robert Sanchez-t, amit mindjárt megmutatok nektek, azokat megcsinálja, a Robert Sanchez-t megcsináljátok, vagy a Danjumát például SBC-be, akkor ezt a 2 objektívet is meg tudjátok csinálni, mert ide kell nektek egy World Tour játékos, amivel kell nyernetek 10-et és játszanatok kell 20 meccset. Itt játszanatok kell ugye megint csak 20 meccset Foundation játékossal, mint például mutatni fogom mindjárt azt a Frenzy-éket, vagy azokat a női spanyol ligás játékosokat. Játszanatok kell 15 darab meccset, minimum 5 darab női spanyol ligás játékossal, 15 meccset 7 darab férfi spanyol ligás játékossal, és 15 meccset 5 darab spanyol játékosokkal is. Itt is kaptok, itt mellettem látjátok itt oldalt, hogy kaptok itt is nagyon-nagyon sok jó kis pekket, hogyha végigcsináltok az egészet, akkor egy 25k-s pekket. Itt van például a Robert Sanchez, akiért megint 2 gólt kell rúgnatok minimum 4 különböző meccsen, 7 darab meccset kell nyernetek minimum 6 spanyol játékossal, 3 finesse shotot kell rúgnatok Premier League játékossal, és nem kaphatok több mint egy gólt 5 különböző meccsen, és itt is kaptok pekkeket, és egy 83-as ratingű Robert Sanchez-t is. Itt még ugye van az weekly objektív, ahol ugye SP-ket lehet szerezni úgy, hogyha játszatok simán, gólokat rúgtok, nyertek, stb. Ha van valami kérdésetek amúgy, nyugodtan tegyétek fel a kommentekbe, csatlakozzatok a Discordhoz, és válaszolok mindenkinek, meg Discordon is segít, hogyha kell segítség, akárki segíteni fog neked, szerintem, remélhetőleg. Itt van például ez a Foundation-os Liga F1 cucc, itt van a Franci, meg ebben van még egy játékos, ugye Jone. Ezért is ugye játszanatok kell meccseket, itt ugye látjátok meg, hogyha esetleg nem tudtok valamit, akkor kérdezzetek nyugodtan, vagy esetleg a Google fordítóba írjátok le, de ugye a play, az a játszás simán a win, hogy nyerjél, az assist az nyilván, az assist az score, az meg hogy rúgjál gólt. Ugye a Liga F, hogyha vannak ilyen ligás játékosok, akkor ugye bementek a squadotokba, ugye a csapatotokhoz, és simán csak rákerestek arra a ligára. És itt is van játékos, pekkek, Franci,
utána megyünk tovább, és itt a Transfer Marketnél ugye meg venni kell a játékosokat, meg listázni kell a játékosokat, itt tudtok egy kis coin szerezni, Squad Building Mastery-ba, hogyha csináltok SBC-ket, akkor itt is kaptok packeket pluszba. Ez annyira minket nem érdekel, ezek a fűnyíró packek, meg tifó packek, meg ilyenek. Squad Battles, hogyha játsztok, megint csak kaptok 50k-s, 100k-s, meg Ultimate packeket, csak ez majd idővel fog menni, mert ugye 300 meccset kell megnyerni, hogy meglegyen az összes. Ugyanez van Rivals-ben is, ugye nyernetek kell 300 meccset, és ugye itt is random szépen lassan kaptok packeket. Ugyanez majd Food Champs-be is, hogyha majd játszátok. 150-et kell ugye összesen megnyerni, hogy megkapjátok a legnagyobb packet, de ugye itt 50-nél van egy 100k-s pack is. Coop-ba, hogyha egy barátotokkal játszotok, akkor megint csak mondjuk 50-ért tudtok szerezni egy 50k-s packet. Ha friendly játékmódokat játszátok, akkor megint csak vannak 50k-s, meg 100k-s packek 100-nál, meg 150-nél. Draftot, hogyha játszogatjátok, megint kaptok 25k-s packeket. Bronz csapattal, meg silver csapattal, egy full csapattal, bronz vagy silverrel, le kell játszanotok 25-25 meccset, hogyha van egy barátotok, akivel tudtok ilyen, hogyha az van írva az objektíveknél, hogy any ultimate team game mode, akkor azt akármelyik játékmódban lehet csinálni, az azt jelenti, és az, mikor ezt látjátok, akkor meg tudjátok azt csinálni, hogyha van egy barátotok például, akkor beléptek, rúg a barátodok, vagy rúgsz te például egy gólt, és kiléptek. És akkor ezt meg fogja nektek adni, mert amúgy most 25-25 meccset bronz meg silver játékossal, mondjuk Squad Battles-be, elég sok idő lesz lejátszani, és nagyon hosszadalmas lesz, meg lehet, hogy nem is tudtok nyerni például, mert bronz játékossal játszotok. Ugyanezt meg tudjátok csinálni a silverrel is, és amúgy ezeket megéri mindet megcsinálni, mivel 50k-s packeket kaptok például itt is. Itt van például az assist, ezt amúgy, hát nem mondom azt, hogy hamar, de hamar meg tudjátok csinálni. Assistolnatok kell 400-at ahhoz, hogy kapjatok például egy 100k-s packet, de amúgy másik ilyen 300-nél, 150-nél is kaptok hasonló dolgokat. Itt van a ugye góllövő, finishing mastery, chipshotot kell rúgni, ugye az az emelés, Powershotot, ugye az, hogy a felső két gombot megnyomjátok, akkor szerintem tudjátok már, hogy melyik az a Powershot. Akkor kell finesse gólokat rúgni, bár mondjuk az packet nem ad. Mik vannak még itt, amik adnak packet? 250 gólt kell rúgnotok, akármilyen gólt, hogy kapjatok egy 100k-s packet például. First Owner Mastery az ugye arról szól, hogy First Owner játékosokkal kell játszanotok és nyernetek. A First Owner az ugye az, hogy ha nem vett játékos, hanem hogyha mondjuk van egy objektív játékosotok, egy SBC játékosotok, vagy egy nyitott játékosotok. League Mastery az megint az amúgy, hogy akármelyik játékmódban le tudjátok játszani, úgyhogy barátaitokkal is le tudjátok játszani. Itt van ugye a Holland Liga, a női Premier League, a Portugál Liga, a női Francia Liga, az MLS és a női MLS. Ezeknél ugye 10 darab meccset kell lejátszani, úgyhogy minimum 4 benne van a csapatotokban. Tehát mondjuk 2-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 
packet. Rásmódban is, hogyha játszitok, meg nyertek, meg egyszerre egymás után nyertek hármat, meg gólokat rúgtok, itt is tudtok szerezni nagyon sok jó dolgot. Cosmetic evolúció az arról szól, hogyha játszitok meccseket, meg rúgtok gólokat, akkor ilyen cosmetic evolúciót fogtok kapni. És amúgy ez annyira nem illik ide bele a videóba, de ugye van egy kozmetik evolúció, amit meg lehet csinálni SBC-be, meg a evolúcióknál is meg lehet venni 35.000 coinért vagy 400 FC pontért. Én ezeket annyira nem látom értelmét, hogy megvegyed te. Mert azt nem tudom, hogyha evolúciózod tovább azt a játékos, akkor elvesződik-e ez a kinézet. De én inkább ingyen adnám a kozmetik evolúciókat, vagy esetleg objektívbe, hogy mondjuk csinálod kell érte valamit, de én nem szeretnék annyira fizetni azért, hogy máshogy nézzen ki a kártyám, mert erről írjátok meg a véleményeteket majd. Momentsbe is, hogyha csináljátok a dolgokat, amiről mindjárt beszélek amúgy a Momentsről, akkor itt is ugye kaptok objektívekbe is packeket.
meg hogyha a csillagokat szereztek, akkor is. Ugye 100 csillagot meg kell szereznetek például. A Milestone-nál ennyi, ezekről a Foundation-ekről annyira nem fogok beszélgetni, de itt is ugye alap dolgokat, hogyha menedzsereket vesztek, menedzser consumables vesztek, megcsináltok ilyen alap dolgokat, akkor ugyebár itt is tudtok szerezni hasonló dolgokat. Ugye a Live-nál itt van jelenleg ez az Alaba, ugye az Alabát meg kell csinálnátok az SBC-jét, és utána kell, vagy előtte, vagy tök mindegy, mikor egy meccset lejátszanatok, és akkor utána megkapjátok az Alabát is például. Amiről még szeretnék beszélni, hogy az SBC-knél csináljátok meg az alap SBC-ket mindenféleképpen, meg az összes SBC-t igazából, ami ilyen pekkes. Ugye van itt a Marquee Matchups, csináljátok meg mindenféleképpen. Hogyha vannak ilyen pekkes random challenge-ek, meg upgrade-ek, akkor csináljátok meg mindenféleképpen. Foundation-öket ugye csináljátok meg, mert ugye annál is kaphattok ugye Objective-nál is pekkeket, de itt van a Foundation 1, 2, 3, 4, 5, meg ugye nyilván ha van elég coinotok vagy játékosotok, akkor 1000 millió százalék, hogy megéri megcsinálni akár ezeket a Hybrid League, Hybrid Nation League upgrade-eket, challenge-eket is. Meg ugye bár vannak itt általában ilyen player SBC-k is, nyilván ezek, hogyha esetleg van annyi foddered, van annyi coinod, és esetleg neked kell az a játékos, akkor nyilvánvalóan csináld meg. Ugye, amiről most annyira nem fogok belemenni úgy nagyon, de hogyha esetleg squad battles-be lejátszatok a meccseiteket, akkor ugye kaptok érte rewardot vasárnap reggel. Rásba, hogyha szereztek pontokat, akkor kaptok érte rewardokat objektívbe. Rivals-be ugye csütörtök reggelente van reward, úgyhogy ott is a rewardokat érdemes akár megszerezni, bár mondjuk itt elég sokkal több meccset kell lejátszani idén. Futchamps-be az elméletileg október 4-én kezdődik, de ugye lesz quali, ott is tudtok majd rewardot szerezni. Futchamps-be is tudtok rewardot szerezni. Moments, mielőtt belekezdünk a Moments-be, nyilvánvalóan draftot le tudtok játszani. Van ugye single player is és online is, ezt ugye a draftot akkor érdemes játszani online, hogyha jó játékosnak érzed magad például, ott is kapsz nyilvánvalóan rewardot. Amit szerintem érdemes megcsinálni akár már a játék elején, amikor még semmilyen csapatod nincsen, mert itt amúgy nagyjából elég, hogyha van egy jó játékosod, vagy egy olyan használhatóbb játékosod, ilyen gyengébb, de mégis jobb játékosod, az a Moments. Mert itt ugye nem fogjátok azt látni, mert én már kinyitottam őket, de itt van végtelen mennyiségű Gold és Premium Gold packetek is. Ezeket én azt mondom, hogy itt talán a játék elején talán a Premium Gold packet érdemes kinyitni, majd akkor, hogyha seasonalből kivettetek azokat a dolgokat, amik a jobb dolgok. Mert van egy darab csillagért egy welcome packetek, azt vegyétek ki először egyetlen egy darab csillagért cserébe. Abban van, ezek itt amúgy a legtöbb dolog tradable, de lehet, hogy amúgy nem mindegy. Ha valamelyiknél oda van írva, hogy untradable, akkor azok lehet, hogy nem tradable-ök. De például az a welcome pack is tradable, meg 60 darab csillagért tudtok venni 2 darab 50 ezres packet. Ugye 60-60 csillagért, tehát hogyha azt ki szeretnétek venni, akkor kell ugye 121 darab csillag, amit most mondtam, azt a három dolgot, de mindenféleképpen ezt csináljátok meg. Meg nyilvánvalóan, hogyha draftozni szeretnétek, akkor csillagokért cserébe 3-at ki tudtok venni 25-25-25 darab csillagért. És ezekért mit kell csinálnatok? Itt vannak ilyen kihívások, challenge-ek. Ez igazából arról szól az egész, hogy belépsz egy ilyen kihívásba, ugye itt például kell csinálni 10 darab passzot, ezt 10 darab passzot csináltok, vége, mentek a következőre. 10 darab passzot csináltok, vagy kapura rúgtok, mentek a következőre. Úgyhogy ezek ilyen gyors dolgok. De nyilván, hogyha 120-at meg szeretnétek csinálni, akkor beletelik az kis időbe. Ezért nem 250k-s packért, ami tradable, mindenféleképpen megéri. Meg vannak itt olyan challenge-ek is nyilvánvalóan, ahol itt kicsit alakítani kell a csapatotokon, mert mondjuk 2-3 darab Saudi ligás, MLS játékos, hasonló dolgokat bele kell rakni a csapatotokba, vagy esetleg valamelyik challenge-nél, amit most nem tudom, hogy hol van, mondjuk át kell váltanatok a csapatotokat, formációt kell váltanatok, és ilyen dolgok. Ugye nagyjából szerintem így elmondtam mindent, amit így lehetett jelenleg. Nyilván csináljátok evolúciókat, azt úgy nem kellene elmondani.
Ha van valami kérdésetek, tegyétek fel nyugodtan kommentbe. Várom a sok kommentet, hogy esetleg kit nyitottatok, milyen pekkeket csináltatok már meg, esetleg valami SBC-t megcsináltatok volna, mi a véleményeteket a játékról, hogyha játszottatok online, mondjuk Rush, elméletileg az egyik legjobb dolog, amit az EA csinált mostanában, vagy esetleg a gameplayről mi a véleményetek. Ugye, ha az előző videót nem láttatok volna, akkor elmondtam én is a véleményemet, bemutattam a csapatomat is, hogy néz ki jelenleg, úgyhogy ha esetleg tetszett ez a videó és tudtam nektek segíteni, dobjatok egy lájkot erre a videóra, ha szeretnél hasonló videókat látni a jövőbe, iratkozz föl, és kommentbe pedig várom, hogy mi a helyzet veletek, mert most ti jöttök. Legyetek jók, srácok! Sziasztok!